A 2020-21-es új bajnoki idény nyitómérkőzésén a Paksi FC Újpest találkozott megelőzően megtörtént az új közel 2 milliárd forintból épült 5000 néző befogadására alkalmas Paksi Városi Stadion ünnepélyes felavatása. Mielőtt kijöttek volna, a gyepszőnyegre a csapatok, mint egy kétórás műsorban volt része annak a több ezer nézőnek, akik már a kapunyítás után helyet foglaltak a különböző szektorok lelátóin. A hivatalos ünnepélyes átadás az ilyenkor szokásos szallag átvágással megtörtént, melynél Paksváros polgármestere Szabó Péter és a Paksi csapat korábbi vezetőedzője Gelei Imre, korábbi szövetségi kapitány működött közre. Egy olyan szintet sikerült lépni Paks városának, a, ezzel a stadionnak a a létrejöttével és avatásával, mint amilyen szintet lépett mondjuk 40 évvel ezelőtt, amikor az első négy blokk építése kapcsán mondjuk egy atomerőmű sportegyesületnek a sportcsarnokát sikerült átadnia, most a sportnál maradva természetesen. Én azt gondolom, hogy egy ilyen infrastruktúrális fejlesztés, egy, akár egy stadionépítés, akár egy sportcsarnok építés, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen, mindenféleképpen a városi hangulatot, egy városi életminőséget tud javítani. Az új stadion avató várva várt fő eseménye a Paksi FC Újpest MB1-es mérkőzés volt, az idén ezen ünneprontónak is mondható 2 újpesti győzelem született, ám a hazai csapat teljesítménye, amelyben több új játékos is bemutatkozott, mindenképpen bizakodásra ad okot a későbbiekre nézve. A paksiak történelmileg mondható első gólját a felavatott új stadionban az új csatár a Kaposvárról érkező Ádám Martin szerezte.